Azanın bu tada geçmiyor zaten. Bu da sahibi sormuş. Hiç durmayınca. Állítólag 1893. július 25-én születtem a túlsó szobában. Hát sokszor volt úgy, hogy tényleg elmenjek, mert egyrészt a hideg, de főleg a hideg. Az öregek kiköltöztek ide a régi temetőbe. Az körül van, azt mind megfestettem, legalább. Már azt sem tudom hányszor. Mindenki modell volt. Kezdve apától, anyától mindenki ott, nekem modell volt. Engem sokszor felfedeztek. Időnként felfedeznek, időnként megint felfedeznek. Ezt az egész házat teljes felszereléshez, így ahogy most jelenleg ez az anyag együtt van, régi anyag, azt ideadtam a városnak. Azért kell múzeumokat csinálni, azért kell rezervációkat csinálni, hogy a következő lépésben, ha tovább megy, hogy lássa, hogy honnan jön ő. Ki volt a tatájom? Nem, melyik gorilla volt, vagy melyik Ádám volt az? Thank you.
előfordult, nagyon sokszor a férjében dolgoztam. Michelangelo az nagyon fenekemre vert, hogy úgy mondjam, már kezdettől fogva. Összeroppant sokszor az ember, mert nem bírta megcsinálni azt, amit szeretett volna. Szinte azt mondhatnám, hogy a képzőművészet az öregkornak a művészete. Nem is érdekelt az, hogy máshogy nézed a dolgokat. Mert ha érdekelt volna, akkor nem tudtam volna dolgozni.